akkor mindenki megáll a termeléssel, azt elmegy dolgozni gyárba, és akkor onnantól kezdve a gazdaság az teljesen megáll nullára. Úgyhogy ezért is úgy vagyok úgy, hogy az idei év szar lett, talán a jövő év az nem lesz az. Mert az öngyilkosság lenne az ország számára is egyébként. Gazdaságilag is, meg politikailag is. Még egy szint. Aztán utána visszamegyünk oda, ahol folytatódik a küldetés, és abban bizok, hogy amíg odaugrálok, addig felfejlődik a challenge rész. Így van egyébként pontosan. Hát azért van az, hogy ugye kisporolok egy műtrágyázást. Az kapásból, mit tudom én, a 4 hektár, mondjuk 4 hektár földön egy tonna műtrágyász kapásból 300.000 forint, vagy mit tudom én, valahogy úgy. Most csak úgy mondtam ilyen szám adatokat hasraütésszerűen. Ezzel meg is lesz a szint. Nem lett meg a szint fele, nem mondod. Mennyi kell hozzá? Oké. Okay. És akkor most elkezdek visszautazni az időbe. Mehetünk folytatni a küldetést. Most már talán fel tudok oda fejlődni majd. Ugye ide kéne visszajussak. Egyelőre a WoW 2-ig úrunk egyet. Mindjárt megnézem, hogy mennyi challenge kell a 30% eléréséhez. Azt mondja, asztrodinamika, 15 gravitációs ugrás kell, 15 ugrás kell csináljak, az fasza. Hát akkor ugrándozzunk egy picit. Yes.
Tudom, egy kicsit fárasztó lesz ez most. Tehát sajnos máshogy nem fog működni a dolog. Ugye ehhez kell felfejlesztem a talentemet, hogy át tudjunk ide ugrani 30%-osra. Beszerezni, hogy tudja tartani az árét, de nem sikerült, most kénytelen ő is árat emelni. Hát ez mindig így van, igen. Általában ez mindig így van. Hát de épp azt mondtam, hogy ez egy ilyen ördögi körforgás a gazdaságban, hogy ha valami drágul az egyenletben, akkor minden drágul. Ugye az a baj, hogy ezt nem értik meg ezek a nagy tőzsdecápák, meg igazából ezek az öltönyösök, hogy van egy szép nagy egyenleted, amiben van több száz, több ezer tényező, és hogyha egy dolgot valaki úgy dönt az ő részéről, az egyik, hogy ő több milliárdot szeretne keresni, emeli az árait, legyen ez mondjuk az üzemanyag része egyenletnek, vagy legyen ez a bármelyik része, hogyha egy valaki emel, akkor mindenkinek emelni kell, azért, mert egységesen kell, hogy tartsák ezeket a differenciálokat, és akkor a végeredmény az, hogy a végfelhasználó szívja meg, mert ami régen 10 forint volt, az most 100.000 forint, értek mit mondok, na ez a probléma ezzel. Annak idején így pengősödtünk el, meg pengő fillerre, jó példára. Amikor ugye már egy több millió pengőkkel kellett mászkálni az utcán, hogy ki tudják fizetni valamit. Most is a felé tartunk. Mindjárt meg vagyunk elvileg. Hiperinflációtól még messze. Hát várjuk ki a végét, Weiss, várjuk ki a végét, ki tudja. Nem vagyok nagy a gazdaság, politikus, meg izé tudós, de most azt azért mindenki látja, hogy nem áll jól a helyzet. Na, mindjárt meg lesz az acsi, vagy nem acsi, hanem az Air Challenge, és akkor fel tudom fejleszteni az ugrásomat 30%-ra. Hát ja, attól messze vagyunk persze.
Meg az utolsó jumpok egyike. Remélem, hogy a 30%-os talent elég lesz a megugrásához a küldetés helyszínnek. Bízok benne. Oké, elvileg meg vagyunk, és közben van támadónk. Ki ez? Oké, na most. Elvileg megvan a talentem. Nagyszerű, végre. 30%. Most megpróbáljuk. Csak működjön, kérem, működjön. Oké, azt mondja, hogy most megyünk oda. Működik. Ez az. Kredit, jöhet a kredit, persze. Na ezt most elrontottam el. Ki jön a spacer? Na elméletileg itt fogunk megtalálni valamilyen űrhajót valahol. Nézzük csak. Aha, ott is van. Ott a Beagle, megvan a Beagle, srácok. Csökkentem a sebességet. Várjátok, ez úgy néz ki, mint egy sima földi űrhajó, nem? Hú, ez nem is olyan kicsi ez a hajó. Na nézzük, hogy milyen titkokat rejt ez az űrhajó. Na nézzük, mi van itt.
Bekapcsolom a szkennert, hogy jobban látom, mit lehet lootolni. Várhat a sorsolást? E hát majd délutára bedobjuk mindenképpen. Egy játék felajánlást csinál, aztán azt sorsolom majd ki. Igaz, még nem néztem meg, hogy mi pontosan, amit... De Klau, mi az, amit pontosan kisorsolunk amúgy? Ki tudom nyitni. Pokóba Chiangal. Na mit írnak itt? Az istenek átkozzák Dr. Chiangot, a létesítmény egy pokol tele gonosz ragadozókkal. Az a mennyiségű erőforrás, amire szükségünk lesz, csak az alapvető védelem biztosításához nevetséges. Dr. Bashkin datáhozásával rám hárul a kísérlet átalakítása. Otto von Bismarcknak szüksége volt Amani Rensnászra, mint ellensúlyra, és még akkor is nehéz lenne megállítani, bár sokan azt mondják, hogy Franken, micsoda? Genghis létfontosságú kísérlethez. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy megfelelően szekventáltuk a DNS-ét a leszármazottaitól, és az indokrinizációs programja. Ez egy szégyenletes dolog, nem Amani Renas a kulcs, Freon. A kapitány tiszta van vele, hogy veszélyesen kevés a Freonunk, van elég, hogy az összes mintát egy évig, vagy még tovább a fagyasztva tartsam, szóval folyamatosan lemond a kérésemről, meg fog hallgatni, azt mondja, távoli biztonsági, ez meg egy ajtónyitás, ezt kinyitjuk, távoli toronyvezérlés, nincs jel. PD2-t sorsolunk? Okés. Na, tudok menni erre. Meg erre. Mik vannak erre? Nyolc van a robot, az fasza. Meg ő nem támadott meg. Mi ez sok cucc? Wakizashi. Ajha. De komoly.
senki sem figyel. Legyen van abból, hogy senki sem hallgat rám, fel kellett volna szállnunk a Galatia fedélzetére és genetikai mintákat venni tőlük. Az egész tervhez szükség van az összes mintára. Hogyan remélhetjük, hogy meg tudjuk teremteni az aranykort a tesztek csak felével? Belrendszer megszűnt. Belrendszerben nincsen bolygó, ami megfelelne a kritériumunknak, ha a misszió hozzáférhetne az Egyesült Kolóniák felderítési adataihoz, akkor nem bolygó, nem bolyognánk a sötétben. Senki sem szól, de sokan úgy gondolják, hogy Ladipo kapitány rosszul cselekedett, a fiatal Roberts, vagyis most már Dr. Roberts születésnapját ünnepeltük, ő pedig már 65 éves. Még ha meg is találjuk a bolygónkat, ilyen tempóban egyikünk sem lesz képes fizikailag és szellemileg is beállítani a kísérletet. Igaz, a berendezés protokolljai elméletileg nem igényelnek kézi beavatkozást, de legyünk reálisak. Mikor működött vala is egy nagy méretű kód, némi hibakeresés nélkül az indítás után. Érdekes. Nyissunk ajtót. Most kíváncsi vagyok, hogy ez milyen kísérlet, meg főleg arra vagyok kíváncsi, hogy ezek most honnan indultak. Meg hogy mit találok a hajón. Hú, ez egy tudományos hajó egyébként. Oké, ugye ez volt szerintem a rövidítés. A Beagle labor kulcsa, meg itt van egy szakértői széf. Várjunk, ez nem jó ide. Ez viszont jó lehet, még hozzá ide, és akkor ide kell egy ilyen keresztvas. Nézzük csak, van ez, és akkor ide meg kell egy pici. Ajaj, ez probléma. Ez nagyon nagy probléma. Nem az. Így jó. Oké, fasza. Hoppá, 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 hoppá. Ez mi lesz? Itt egy pisztoly. Legendás. Tesla Assassination finomított Eon legendary pisztoly. Csak az a baj, hogy ez nem advanced. Picsába. 30% sebzés űrben. 10-15 bolygón. Ej! Nem jársz még itt? Vannak érdekes küldik benne. Dehogy nem, jó az Klau, és köszi szépen még egyszer felajánlást. Hát én azt itt hagyom, én azt nem viszem el szerintem, mert ez olyan semmilyen. Na, mehetünk tovább ide a mélybe. Itt is van egy gép. További információt tudhatunk meg. Nincs jel, nem már.
Ezért törtem fel a gépet? Kicseszés. Jaj, Klau, mindjárt beírlak, várjál, láttam közben kiváltottad a napelitjét is. Na itt az interfész, nézzük. Beagle Data Core. Ott vagyok a Vibor Flotta incidens. Hárman voltak, Lapidó kapitány felajánlott nekik mindent, amit csak tudtunk, de a könyörgés nem használt. Az ellenséges hajókat elpusztítottuk, de milyen áron? A Beagle súlyosan megsérült, a burkolati réseket sikerült lezárni, de a megmaradt legénység felét elvesztettük. Meg egy utolsó ugrásunk van, ha nem találunk valamit a Zelazny rendszerben, még hozzá gyorsan, akkor végünk van. Zelazny jelentés. Itt még arra sem volt időnk, hogy az összes bolygót átvizsgáljuk, a hajtóműveink leálltak, a kapitánynak elég volt, olyan optimistán kezdtük a küldetést, de egyik kudarc a másik után következett. Négyen vagyunk, Dr. Zhao folyamatosan módosítja a kísérleti programot, hogy a Galatia nélkül is működjön. Mondtam neki, hogy már elvesztettük a genetikai anyag 20%-át. Megkérdeztem, hogy kit kellene előnyben részesíteni, de attól tartok, hogy már nincs magánál. Arról álmodtam, hogy saját parancsnokságom lesz, de nem így. Azt mondja, végső bejegyzés, a sodródás 120. napja, nincs több étel, nincs több víz, én vagyok az utolsó, aki maradt, nem tudom mennyi időm van még. A Beagle küldetése kudarcot vallott. A Dr. Chiang vagy bárki más a Galatiáról olvassa ezt, igaza volt, mindannyiunknak veled kellett volna maradnunk a létesítményen. Kikapcsolok minden biztonsági rendszert, így bármit elvihettek, amire szükségetek van a mentéshez és a helyreállításhoz. Szégyenkezve jelentem, hogy nem minden genetikai anyagunk maradt meg. Imádkozom, hogy a küldetés folytatódjon a létesítményen, Isten irgalmazzon mindannyiunknak. Biztonsági felülírálási kód letöltése, megvan a kód. Ezért jöttünk ide. Utolsó találkozás Dr. Chiang-gal. We can do the experiment here. The facility has everything we need. Our protocols say we are looking for planets with a 70% plus confidence level. The facility. Barely 50%. And how many planets have we surveyed? On Earth, they didn't know what we would find. My friend, we are getting old. Too old. If we want to have any chance to start the experiment ourselves, the facility is it. When I was given my command, I swore an oath to adhere to the mission. Dr. Chiang, you realize you are a mutineer. You've abandoned us. The perfect is the enemy of the good. If you can't see that, then I guess there's nothing more to be said. Na, oké, okay, gyorsan Cloud beírom. Napelitjének. Láttam, el is küldted, Klau, köszi. Na. Mehetünk vissza elvileg a bolygóra. Csapassuk. Jaj, ne, mi van itt? A kérdés, hogy így ki tudok-e menni a bolygóról, vagy a hajóról, de szerintem nem. Valószínűleg ki kell magam verekedni innen, ugye? Jól sejtem. Utás.
Oké, szuper. Hát igen, ez kicsit ilyen tökölősebb volt azért, mert ugye lényegében fel kellett fejlődnöm az utazáshoz. Túl messze volt, de így most már 30%-kal jobbak az esélyeink. Mehetek is vissza ide a másik bolygóra. Egyszer nem tudom megutazni a francba, akkor jövünk ide. Azért azt tegyük hozzá, hogy jól elsodródtak ezek is az űrbe. És akkor most tudok ide menni. Oké, szuper. Belvadász kapitány, hát ővel már nem beszélgetünk. Közben meg itt balhé van, gondoltam, hogy ez lesz egyébként, valahogy várató volt. Na, visszaértem a nagy útról. Utaztunk 900 fényévet. Na várjátok, most a kérdés csak az, hogy itt többféle izé megoldás van. Nézd meg, hogy Ada Lovrance meg tudja fejteni biztosan. Igen, beszél Franklinnel egy veszélyről. Oké, Franklinnel is kell beszélnünk. Genghis has issued an ultimatum. He will attack the Pragmatist Society with everything he's got, unless you meet with him. I fear Amanirinus is siding with him. Amani, micsoda Amanirás? Drink of war, a war. Nem tudom kiejteni. Not when we are so close to victory. Kritos ideje, hogy találkozzunk Genghis-szel. I will send a message. We are meeting under flag of truce, something sacred to us. Oh, no matter how much he vexes you, keep your gun holstered. Jó, közben beszélünk a kódfeltörő lánnyal. Please, deadly trouble is brewing. Deal with it and we can converse at length. Remek. Hát igen, mert azért, mert az ő klónja elvileg. Itt a Genghis. The outsider, Franklin. Amanirinus, Genghis. I had hoped we would not be meeting like this after so short a respite. Ezt az Amanirinust viszont nem vágom a történelemből, hogy ők ide, valami egyiptomi biztos. We would let the outsider just hand the pragmatist victory. Stranger, if you do not change your course, there will be none of the pragmatists alive to help. Meg a végén kiderül, hogy az a Kleopátra. Keresem a módját, hogy békésen véget vessünk ennek. Azt mondja, tárgyalni veled veszett ügy. Nem dolgozom együtt Roosevelttel. Jó, legyen ez a békés tárgyalás. Peace. Then let the renegades go free. Roosevelt can do whatever he wants with the others. This is not what we agreed, Genghis. Only those who have passed the test can leave Crucible.
This is my test. Here and now. And I intend to pass it in blood if I have to. Genghis úr. Befejeztem a tárgyalást. Biztos van valami kompromisszum a lázadókkal. If you let us leave Crucible, then the pragmatists can do whatever they want here. With my blessings. Under no circumstances can I agree to that. Genghis specifically should never, ever leave this planet. So there it is. It is spite. That is why the great Franklin Delano Roosevelt drives Crucible to ruin. Az nem jó. To deny me my own chance to live in the settled system. Ebből bajok lesznek. Your namesake was a plague upon the world. Arguably the greatest butcher in human history. If there was even a fraction of a chance I would be unleashing that upon the stars, I would do anything in my power to stop it. A tárgyalásnak vége nem, nincs vége. Talán a hívőknek nem kell az ellenségeinek lenniük. Tényleg azt hiszed, hogy képes lenne erre Franklin? Lehet kompromisszumot kötni? Hát nem tudom. Perhaps you are right. Amonarinus, the facility and its test and mission are flawed, broken. We all know it. And if you are allowed to author that test, then you control us all. So the answer is we are all imprisoned here? You leave us no choice but to join the renegades and end your society. 20 years. What? We have to stand on our own two feet to earn a chance at freedom. So let the outsider reprogram the facility. And for 20 years, we worked together to make Crucible truly ours. And after, we institute a test, which we both author with mutual veto power. And any who pass may leave. Do not let the politician cloud your head with pretty words. Compromise someone. You think I would accept this? 20 év semmiség, hogy elkerüljék ezt a mészárlást. Roosevelt felajánlja nektek, hogy túléltetek ezt az egészet. A küldetésed egy csalás. A tudósok csinálták, akiknek nyilvánvalóan túl sok volt a fejükön. We have been going in circles for so long. We could kill them. Kill them all. And then we can dictate any terms we like. I only lead my people to battle when I must. Do you promise, Mr. Roosevelt, a fair test? One that we can pass in our lifetime? I will not make it easy, but it will be, as you say, fair. No! Amonarinus, this is a trick! Roosevelt has done many things that infuriate me, but his honor? I have never had to question. The believers will not fight. Let the gods decide which of you is right. Mindezek után sem akarsz harcolni velünk. Köszönöm a bölcsességedet. Remélem, hogy egy nap barátok leszünk. Ja, a bölcsesség az jó lesz. You have the makings of a fine ruler yourself. You will regret this, Amonarinus. Oh, a Genghis. Mightily. Then we will meet on the field of battle. The heavens will judge who is worthy. So be it. We have fortified the society, but this will never end until Genghis is dead. He is the linchpin. If you take him out, I know an armistice can be reached. Soha nem egyeztem bele, hogy őjek érte. Genghis egyértelműen beszélt, mindenkire ezt meg kell tenni. De ez nem azt jelenti, hogy meg kell ölnöm egy csomó klónt. This is not something I am asking. It is something that they are demanding of you. They will keep trying to kill you until we put an end to this.
Ó. Oh. Baszki, hát... A rohadt életben. A pofátlan kutya mindenség. Melyik nem bír még magával? Hol vagy? Gyere ide, Rigó! Melyik van még ellenünk? Nem látom. Nézzetek, a nagy vetér, azt ő van elbújva. Többit meg hagyja meghalni. Tessék. Istenem. Ó, hát ez. Na, vége. A dzsingiszék meghaltak. It is over. Why does it always come down to force? I hope your settled systems has truly learned from the past. Clearly we have not. Nem sok köszönet jár érte, azt mondja, ugyanolyan rossz, mint ahonnan eljövök, talán még rosszabb. Miért is értelmetlenül folyik odakint? It was a grim duty you embarked upon. But the price, as always, is too high. Please, go to the facility and make it so that it will obey my instructions, so we can finally grow as a people. Okay. Béket teremtünk. Blood runs in the streets again. I had hoped, however naively, that we were past that. I do not hold you responsible, but your arrival was certainly a lethal catalyst. May I help you? Megtaláltam biztonsági felülbírálás kódot, de kódolva van. So your mission to the Beagle was a success? Sikeres, hát ott a hajó. Let me see. It is done. There is a standard cipher used by the facility. It took me many years and, well, lifetimes to overcome. And now, the mysteries of the facility await you. I pray you choose what befalls us wisely. Okay, és akkor most elvileg mehetek vissza a létesítménybe. És most már be tudunk jutni abba a ketretes részbe. Elvileg volt egy rövidítése ennek a helynek. Ami itt is van, úgyhogy ott megyünk le. Nehogy el már körbe kelljen szaladnom majd én. Aha, itt pontosan itt van ez az. Azt mondja közben, egysért kisvonat leírta, Amaneres, Nubiai Pusita királynő volt. Ó! Kösz! Ja, mert így nem vágtam, azt gondoltam, hogy a történelemből valami alak.
Kicsit egyébként a Matrix-os beidegződésű ez a quest, hogy ugye a klónokat megszabadítjuk a robotok uralmától. Hadd éljenek úgy, ahogy szeretnének. Oké, és akkor most meg tudjuk nyitni ezt az ajtót. Na, lejöttünk a létesítmény belsejébe, nézzük. Van valami klón. Akarom mondani, csak volt. Szakértői láda. Nézzük. Kell nekem egy ilyen. El egy hármas. Elvileg ez jó is. Egy négyes. Az jó, és akkor ide egy kereszt. Wow, ez mi ez? 70-szedes legendás, ne! Fegyver való ütlegeléskor dupla sebzést okoz. Véletlenszerűen gyújtó sebzést okoz. Lövedékek néha elektromosságot bocsátanak ki ott, ahol földet érnek, ami károsítja és lelassítja közé egy cél. Ez nem rossz, ez az impact, bazz. What? Ja, de ilyenem már van. Advanced-es meg a pulszom, az van egyébként. 26 000. Nézd csak! Látod? Itt van-e? Viszont ebből, amit használok, lett egy legendás, ez nagyon jó. Azt mondja, itt ez négyes. Hogy kéne csinálni? Itt ezzel kéne inkább. Ez az, és akkor ide egy hármas kell csak. Még hozzá ez. Ide kell nekünk ez. És akkor ide meg ez. Király. Nincs jel. Nagyszerű. Hát ennek örülök. De azért feltörtük. Itt más talán nincs, menjünk. A legendás fegyverért már megérte lejönni. Tök menő. Itt meg kell, hogy legyen egy robot valahol. Nem látok szart se.
De kéne lemennünk. Mentek egyet, mert nem vagyok ebben teljesen biztos. Pedig nem, mert a csövek is úgy vannak kirakva, hogy le kell ugrálni. Várj, ez nem jó, mérgező! És meg eltalál. Mik azok holttestek? Ez ilyen klóngyár akar lenni szerintem amúgy. Ja, ez klóngyár, beszerás. Távoli toronyvezérlés, tessék! Torony kikapcsolása, barát ellenség beállítások frissítése. Kalibrálás. És még van robotvezérlés, és ott is bekalibrálom. Egység, kikapcsolás, barát ellenség beállítások újra kalibrálása. Oké, így most nem fognak basztatni. Ha minden igaz. De úgy látszik, hogy mégis. Na, úgy látszik, hogy ez ilyen klóngyár, vagy mi a szar. Uha. Elég jókat sebez azért. Ebben annyi helyről lőnek, azt sem tudom, ki kivel van.
honnan lőnek még? Hát ezért nem lehet azt mondani, hogy gyengék. Távoli robot vezérlés, hát oké. Kikapcsoljuk az összes tornyot. Lehet, hogy jobban járok. Na, elméletileg most vagyunk mindjárt kész. Egészségedre, Gika! Vészhelyzeti információ, kézi újraindítás kezdeményezése. Azt mondja, hogy a kód és a létesítmény romlása elérte a kritikus szintet, 87 alapvető rutin töredezett. Vészhelyzeti kézi újraindítás szükséges. Cheng megjegyzés. Ha ez a hiba jelentkezik, ilyen Venomulus. Az egész létesítmény helyrehozhatatlan kár fenyegeti, egy újraindítási folyamatot programoztunk be speciális követelményekkel, kérjük, hogy azonnal indítsa újra. Újraindítás és választan új szuperadmint, teljes projekt tisztítás kezdeményezése. Várjatok, itt kell döntést hozzam, hogy döntsünk? Most vagy visszaadom a vezetést a öregnek, vagy hát átadom, vagy pedig folytatjuk azt, amit eddig, hát nem is tudom, hogy mi legyen. Újraindítás és aktuális mission paraméterek visszaállítása. Újraindítás és választani új szuperadmint, teljes projekt tisztítás kezdeményezése. Egyesült gyarmatok ellenséges inváziója esetén, vagy más csoportok kezdeményezze a teljes projekt tisztítást. Ez a protokoll a létesítmény összes erőforrását a klónok ellen fordítja, és szisztematikusan eltörli a küldetés minden nyomát. Újraindítás és választó új szuperadmint, azt mondja. El az üdvözlény, Mária, ha semmi más nem működik, adja át a fákját egy új személynek az adatbankokban. Ők fogják teljes mértékben ellenőrizni az összes feszíti programot, ez egy extrém reakció, csak kritikus körülmények között használ küldetést. Aha. És van ez. Felhasználni a dokumentáció, a memória sérülés és kiterjedt hardware sérülés esetén ez az opció újraindítja az egész létesítményt, majd megpróbálja újraindítani a működést. Nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy ezt lehető legstabilabbá tegyük, de nincs garancia. Melyiket válasszuk? Adjuk át nekik az irányítást, nem? És akkor... Nem is tudom, hogy kinek a kezébe kéne adni a izét. Igazából elméletileg a csaj. Felhasználom ellenőrzés jogosultságai. Oké, jó, hát akkor újraindítottuk, és akkor a csaj lesz a vezető, úgy döntöttem. Itt igazából volt vagy négyféle megoldása ennek a
lezárásnak. Tök érdekes. Ó, itt van valami érdekesség még. De kell egy átlós vas. Ez jó is, nagyszerű. Itt van ez, ide kell egy hármas. És akkor ide kell nekünk egy ilyen, azt mondja, oda is kell egy átlós. Nem mondod, hogy nincs, az nem jó. Akkor ez nem. Kell nekem ide egy négyes. Ez. Fenn már megy az orgia, azaz. Hoppácska, begyűjtött szervek. Mi a szösz? Itt van pár ilyen illegális motyó. Hát itt igazából semmi nincs. Nem lehet előbb kisorsolni, hát ez a baj, nincs beállítva a programom. Hát de igazából így, hogy elmondtad, hogy mi megcsináljuk úgy is, hogy akarod, hogy bedobod ide a kódot, csak akkor mindenki legyen most itt, és akkor figyeljen, akinek kell a PD2. Van egy PD2, amit a Klau ajánlott fel. Figyelem, PD2. És akkor aki kapja Marja alapon, nekem úgy is jó. Csak az a lényeg, hogy olyan klémelje be, aki itt van, és annyi a kérés, hogy aki majd így felhasználja a kódot, az legyen szíves annyi, hogy a, nem kell még a chatre se írni a Klaunak egy privát üzibe. Oké, srácok, ott a kód, akkor ott a lehetőség, Steam-es, és PD2. Illegálisakkal nem kereskedek, Gika, mert kipróbáltam, és nem éri meg a kockázatot, mivel annak is ugyanúgy a 1/9-ét fizetik ki. Ezt azért nem is kiillódtam vele. Nem tudom, esetleg sikerült-e valakinek klémelni. Azt én vágom, Kika, de annak is százalékos esélye van, hogy buksz-e vagy nem. Másrészt meg mondom, nem éri meg cipelni, mert a fegyverek többet érnek néhol. Maga egy folyamatos királynő, minden jót kívánok magának. Know that you are always welcome here. May the sun always be at your back. Jó, kész lett, ennyi. Na hát kész lett, érdekes küldetés volt. Jó sokat kellett vele cseszkelődni. De meg lett. Thank you.
Ezek mindig késő jönnek, kalózok. Constant, őnek is segítettünk korábban, emlékeztek? Hello, Viktátor! Bűnözés nem alszik problémán, hogy csak bejelentkeztem hozzád. Úgy tűnik, kommunikációs rendszeretek most már működik. Nincs szükségem semmire, úgyhogy talán még találkozunk. Úgy tűnik minden rendben van, el kéne menned, mielőtt a Paradízó csoport felháborodik. Na várjál már. Ezt nem értem, mi van? Itt valami nem jó. Nincs szükségem semmire, úgyhogy talán majd még találkozunk. De várjatok, miért nem tűnik el a... Ezt nem értem. Mit kéne neki mondani? Hova mész? Úgy tűnik működik a rendszer. While I've been itching to kick off that grav drive, I've been told it's probably not a great idea until we figured out where we're going.